Következő lépés, hogy a hírleveleknél a kampánygombra kattintva hozzunk létre egy kampányt. Megint az új gombra kattintunk. És nagyon fantáziadúsan ennek a kampánynak legyen kampány 1 a címe. És itt már lehet látni, hogy ezt a kampány nevű kampányt hozzárendelhetjük témakörökhöz, mivel én most a kampány 1-es témakört hoztam létre, ezért ehhez a témakörhöz fogom hozzárendelni, és ide megírhatjuk a kampány bevezető összefoglalóját. Ha valaki feliratkozik a hírlevél sorozatra, akkor itt még nem magát az üzenetet fogja megkapni, hanem látjuk a kampány menüpontban a kampány 1 nevű kampányunkat, és láthatunk itt egy kis pluszjelet. Ide kell elhelyezzük a leveleinket, az üzeneteinket. Azt mondom, hogy kampány 1 első üzenet. Engedélyezzük a HTML verziót is, és nézzük meg, a kampány esetében a késleltetés lesz majd kulcskérdés. Ha itt 0 perc van beállítva, akkor ez azt jelenti, hogy a felhasználó, amint feliratkozik a hírlevél sorozatra, ezt az üzenetet rögtön meg fogja kapni. Ide kerül az első kiküldésre kerülő levél szövege. Legyen ennek a késleltetése 0 perc. Elmentjük. Írjuk meg a második üzenetet. Kampány 1 második üzenet. És ennek most legyen 5 perc a késleltetése, de értelemszerűen ez lehet 5 óra is, 5 nap is, 5 hét is, de akár 1 nap vagy 2 nap, ahogy bekívánjuk állítani. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónk bármikor iratkozzon fel a hírlevélre, az itt beállított késleltetési időben fogja a második üzenetet megkapni. Második üzenet, nem írok többet, tehát itt lentebb részletesen ki lehet fejteni a hírlevél tartalmát. És készítsünk még egy üzenetet, legyen ez a harmadik üzenet. A harmadik üzenet, ide pedig állítsunk be 10 perc késleltetés, de ahogy az előbb is említettem, ez lehet bármennyi időtartam, órában, napban, hétben is. Harmadik üzenet. Ezzel nagyon röviden el is készült a rendkívül fantáziadús kampányunk.